likviditási gondok. Ahányszor megkérdeztem, hogy mi újság a munkahelyeden, te jókat röhögtél magadban, és azt mondtad, hogy minden rendben van. Már megint mi van? Ma útba ejtettem a Blockbustert egy filmért, na és mi történt? Nem volt meg a film. Megtudtam, hogy a gyerekünk hazudozik. Ugyanis kirúgták, már 3 hete. A Blockbusterből? Ezt hogy a büdös francba csináltad? Ott még egy csimpánzból is igazgató lehet. Lenyúlta a reklámanyagokat és eladta őket. Posztert, matricát. És akkor mi van? Nem kell ezt úgy felfújni, a nagyját úgy is kidobják. Az üzleti szabályzat tiltja az eladást. És mi van, ha én környezetvédő vagyok? Ez eszedbe sem jutott? Tonna szám állott a szóróanyag, amit aztán kidobnak. Hány fát kellett ezért kivágni? Értelmetlenül. Én egy békés otthonra vágyom. Erre minden este balhé van. Azt mondod, csapjak le a lehetőségekre, de ha megteszem, le vagyok baszva. Az sem volt jó, amikor iskolai bulikkal szereztem egy kis pénzt. És ez sem jó. Számtalanszor elkéstél, egy csomószor beteget jelentettél. Nem csodálom, hogy a végén még kirúgtak. De a legrosszabb az, hogy ez az egész nem is érdekel. Keseregjek a Blockbuster miatt. Ne röhögtess ki magad, anya. Különben is írtószarul fizettek. Na, ne mondd. Itt laksz, etetünk, itatunk, eltartunk. És a szórakozásomat kifizeti. Tudod, te mibe kerül, ha elmegyek egy klubba? $500 egyetlen üveg Kristál, és 2 üveg tuti elfogy. Egy este $1000 költesz csak pesgőre? Nem minden este, anya. Ez ritkán fordul elő. És Hernánnal meg a haverokkal felváltva fizetjük a cehet. Hernán? És a lány, akit elütött és nyomorékká tett, ő is veletek szokott pesgőzni? A kerekes székében? Nem Hernán hibájából történt. Csak a szülők kamusztak a feljelentésnél, hogy megkapasszák Hernánékat. Jézusom! Ha tudni mi akarod, minden nap felmegyek az internetre, és melót keresek. Nem lehet vele normálisan beszélni. Te teljesen hülye vagy. Csókold meg a lábanyomát. Ha ő nincs, már kispöcskorodban bevertem volna neked egy akkorát, hogy kiesik az összes fogad.